Készítsük el egy nyílászárónak a beépítéséhez kapcsolódó hőhíd számítást. Létrehozom az új szerkezetet. Külső hőhíd típusú. És itt is válasszuk nyílászáró falba építése típust. Először adjuk meg a fal adatait. Én megint a szigetelt falat választom. Ezek után a nyílászáróról gyakorlatilag csak a keretet kell megmondanunk. Ez legyen egy 5 cm vastagságú keret és a hőátbocsátási tényezője, tehát a keret teljes hőátbocsátási tényezője, az legyen 2. Az eltolással tudjuk megmondani, hogy a fal síkjába, vagy esetleg beljebb, vagy a belső síkra pozícionáljuk az ablakot. Most próbáljuk meg először azt a legideálisabb esetet, amikor egy szigetelt falnál a külső fal síkjába tesszük az ablakunkat. Elmentem az Agrosz 2D számára a fájlt és betöltöm. Futtassuk. Hát láthatjuk, hogy egy nagyon alacsony vonalmenti érték adódott. A szabvány ilyen esetben amúgy azt javasolja, hogy nulla értékkel vegyük figyelembe, tehát nem jelentős a hőhíd hatás. Ha megnézzük az ábrát, hát azon is azt látjuk, hogy itt ezen a részen kicsit megnövekszik, de alapvetően nem komoly a hőhídnak a hatása. Esetleg megint nézhetünk hőmérsékleteket. Itt a sarok részen 15 fokos, amúgy pedig itt az ablaktól távol a fal hőmérséklet az 17 fokos, tehát egy 2-2,5 fokkal lett alacsonyabb csak az ablakkeret a közelében. Lemásolom a képet, illetve megjegyzem, hogy 32 ezred az érték. Tehát ez volt egy ablakra vonatkozó számítás. Csináljunk egy picit más megoldást. Lemásolom a korábbit, és módosítsuk avval, hogy ezt az ablakot nem a külső síkba tesszük, hanem mondjuk nagyjából középre, tehát 15 cm-re eltolva. Újra elmentve a projektet, azt betöltve és lefuttatva látható, itt már egy komoly hőhíd hatás van. Magában a veszteségben nincs egy óriási különbség, de ez a különbség ez mind ennek a hőhídnak tudható be, tehát egy 20%-kal, nagyjából 15-20%-kal magasabb így erre az elrendezésre, teljes elrendezésre az érték. És hogyha megnézzük a hozzátartozó képet, hát az is látszik, hogy itt ezen a részen nagyon könnyedén tud a meleg kiszökni. Itt látszanak is a hőáram nyilakból, hogy itt sokkal nagyobb hőáramról van szó, mint a szerkezeten, kicsit arrébb ment be.
Mentsük a képet. Megjegyezzük az értéket. 283 ezred. Nézzünk egy harmadik esetet, amikor ezt a problémát megpróbáljuk picit csökkenteni, mégpedig avval, hogy ráfedő szigetelést, tehát ide is rakunk valamilyen szigetelést, rakjunk ide most csak egy 3 cm-es 400 watt per méter kelvines, és csak kívülről. Választhatunk amúgy, hogy kívül és belül is, választhatunk olyat, hogy csak belül. Ha olyasmit szeretnék, ami teljesen végig megy, tehát igazából a fal nyílás teljes mértékben le van szigetelve, akkor ezt úgy tudom megtenni, hogyha a külső falnál lezáró réteget teszek be. Hát ilyet már láttunk korábbiakban, úgyhogy ez annyira nem érdekes. Nézzük még meg ezt az esetet, hogyha ilyen ráfordítunk a 3 centi szigetelést, annak mennyire komoly a hatása. Betöltöm a projektet, lefuttatom, és hát látszik, hogy megint drasztikusan lecsökkent. Nem annyira jó, mint amikor teljesen a külső síkba tettük, de ahhoz képest, tehát itt 56,5 watt a veszteség, itt 57,5, tehát minimális a különbség, tehát ez egy ajánlható megoldás ilyen esetekben. Itt is látjuk, hogy még korábban ez a rész ez teljesen kikékült, illetve a nyilak nagyságából is csak egészen itt közel vannak. Van egy picit nagyobb nyíl, amúgy nem óriásiak a különbségek. Tehát az ábra is a számértékekkel összhangban mutatja a hatást. Másoljuk, és az értéket 56 ezred megjegyezve. Készen is vagyunk.